fejlődik, vízzel festik meg a méhekat, ugye ki is színesedik. Utána pedig már csak a közepe lesz, ami kézzel festődik, a szélét pedig hát ilyen stencilek segítségével kivágták. Többek között a Bélapátfalvi egykori kemény cserépgyár történetével és az ott készült tányérok motívumkincsével ismerkedtek az Alkotói Szabadság a Várban programra érkezők. Az első nap a néprajz köré épült, a témák egy-egy gyűjteményi egységhez kötődtek. A porcelán festést hamar elsajátították a résztvevők, majd a tányérokon visszaköszöntek a leggyakoribb, legjellegzetesebb minták, mint a szőlő, a rózsa, illetve a búzavirág. Ez az 1800-as évek közepe volt, amikor elkészült tulajdonképpen ez a gyár. Ugye püspöki tulajdonban volt, több tulajdonosa volt neki több mint 90 éven keresztül, és hát nagyon sok paraszti kultúrában lévő edény is megmaradt, de akár a polgárság számára is készítettek különböző használati tárgyakat, amelyek aztán emléktárgyak, vagy éppen már dísztárgyak funkcióit töltötte be. A bélapátfalvi kemény cserép mellett a kék festés technikájával is megismerkedtek a résztvevők, akik a gyakorlatban is kamatoztathatták újonnan megszerzett tudásukat, és elkészíthettek egy-egy terítőt.